Ilyen gyönyörű szép időben, örömkint lenni a természetben, főleg a szőlőben, ezt már gyerekkorban megtanultuk, az ősöktől nagy örömmel mentünk szüretelni, a felnőttek dolgoztak, ittuk a finom mustot, sütöttük a gesztenyét, itt ragadt ránk a szőlő, a gyümölcs szeretete. Főállásban állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozunk a testvéremmel. Úgy döntöttem, hogy 2005-ben áttelepítettem a szőlőt magyar és francia fajtákra. 2010-ben próbaképpen elvittem az első versenyre boraimat, ahol már kaptam okleveleket, sőt egy arany minősítésem is lett. Azóta folyamatosan versenyek itt a kistérségi versenyeken, a megyei versenyeken, Horvátországban. Körülbelül a 400 oklevelem van már jelenleg, az öme az ezüst és az arany. Most már olyan szintűek a borok, hogy bárkit megmelek belőle kínálni 4-5 fajta borral, hegyen a szőlővel meg tudom mutatni egy kis idegenvezetéssel. Van egy kis vendégházunk is, ahol szívesen látunk vendégeket. Több szobánk van saját fürdőszobákkal. Jövőbe szeretnénk mi is bekapcsolódni ebbe a turisztikai rendszerbe, és megmutatni azt, hogy nem csak a balatoni bor, meg villány, meg a tokai borítható, a miénk is jelenleg. Nónius lovakkal is foglalkozunk, a jövőben az is előfordulhat, hogy fel lehet ülni egy hintóra és egy fél órás utat tenni itt a gyönyörű tájba, a hegyekbe, az erdőkbe, úgyhogy szívesen látunk mindenkit.